Sziasztok! A mai videóban egy teszttel készültem nektek. Valószínűleg már ismeritek azokat a termékeket, amiket itt most az asztalon láthatok előttem. Ezek a, hát régen Bubble Logitea volt a neve, most meg már Oxónak hívják őket, megújult a nevük, és ez egy különleges ice tea, amit az országban nagyon sok helyen kaphattok, tulajdonképpen plázákban. És ezek a teák azért különlegesek, mert hát saját magad állítatod össze, hogy milyen ízben akarod kapni. Rengeteg kombináció van. Az elsődleges, hogy kaphatod zöld teaként, és kaphatod sima, tehát fekete teaként is. Ez az elsődleges, amit ki kell választanod. Ezután ki kell választanod azt, hogy kérsz-e bele golyócskákat. Ezek a golyócskák, amiért igazából ilyen bubble tea lesz az egész, ezek nagyon érdekes dolgok, mert olyanok, mint a buborékok, van bennük töltelék, de kéred olyat is, amiben nincs, hanem simán ilyen kis gyöngyök, de amiben van, azt kéreted úgy, hogy különböző ízesítésekkel. Például vannak olyan kombinációk, hogy kérsz egy zöld teát, és kérsz bele lájmos golyócskát, amit, hogyha megiszol, akkor szét fog menni, és megérzed a lime ízt például. Tehát ezek nagyon-nagyon érdekes teák, és plázákban kaphatod, és ott a helyszínen friss alapanyagokból fogják neked kikeverni azt az ízt, amit te a pultosoktól kérsz, és amit te saját magadnak kiválasztasz. Ilyen kis poharakban kaphatod meg őket, kéredsz belőle nagyot és kicsit, ez most a nagy kiszerelés. Az oldalára rá fogják neked írni azt, hogy mit tartalmaz. Az első az, hogy milyen fajta teát kértél, hogy zöldet vagy feketét, utána pedig, hogy kértél-e bele golyócskákat, illetve hogy jeget kértél-e bele, mert nyári időszakban lehet jeget is kérni. Egyébként most van egy karácsonyi kiadás is, egy krémes, fahéjas ízesítésű jellegű teát lehet kérni. Én viszont ma egy másik fajtát fogok tesztelni, ami számomra szimpatikus volt, ezt én is úgy kértem. Ez pedig nem más, mint a málna ízű fekete tea szétrobbanó licsi golyócskákkal. Nagyon fontos, hogy látjátok, hogy ezek szívószállal fogyasztandó teák, és minden tea mellé kapsz egy előre becsomagolt szívószálat, ilyen kis műanyag szívószálat, és ezt is több színben kérheted. Ez az enyém, ez most fehér. Két oldala van, mint egy átlagos szívószálnak, és ezt az élesebb részét kell beleszúrnod a teába, ami egy ilyen biztonsági zárral le van, hát tulajdonképpen így hegesztve, forrasztva, ragasztva, nem tudom, és ezt kell neked átszúrnod, ezt a vékony kis réteget, ezzel a határozott mozdulattal, amivel én most átszúrom, életveszélyes mutatványt láttatok most. Benne is van maga a szívószál, hát nem tudom, kicsit fura. De hát kíváncsi vagyok, milyen íze van. Nézzük! Na, majdnem az első golyócska után meg is fulladtam. Nagyon érdekes! A tea az borzasztóan finom, maga az alapanyag, ami a teának a 90%-át kiteszi, ez a lé, borzasztóan jó íze van, és a golyócska az pedig egyből följön ezen a szívószálon. Most már rájöttem, hogy miért ilyen vastag ez a szívószál, hogy átférjen rajta a golyócska. És alig kell hozzáérned a fogaddal vagy nyelveddel, és egyből szétrobban, tehát valószínűleg ez egy vékony kis golyó, és tényleg van benne egy ilyen különleges íz, ami még megspékeli ezt a teát. Úgyhogy hát mindenkinek ajánlom, hogy fogyasszatok ilyet, vegyetek. Nem túlságosan olcsó tea, viszont egyszer-egyszer, mondjuk, hogyha hetente egyszer akarsz egy ilyet inni, akkor borzasztóan jó, és fontos megjegyezni, hogy az ilyen téli időszakban is nyugodtan fogyasztható, mert nem csak ice teaként lehet inni, ugyanis nem muszáj jéggel kérned, és amint már említettem, most van egy új karácsonyi fahéjas íz is, hogy megalapozzátok vele a karácsonyi hangulatot. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok, és hogyha még az ismerőseitek nem ismerik az újfajta Oxo teát, akkor mindenképpen osszátok meg velük ezt a videót, hogy ők is lássák. Ja, és fontos megjegyezni, hogy a gyártó és a forgalmazó semmiféleképpen nem járult hozzá ez a videó elkészüléséhez, és nem mondták azt, hogy mondjak jókat a teáról. Ez a tea tényleg a saját véleményem szerint is finom. Sziasztok!